Ezt a lélegeztetőgépet kapta a pécsi sürgősségi betegellátó osztály szerdán. Egy pécsi családi vállalkozás adományaként került a készüléke a gyógyító intézményhez. A járványhelyzet alatt döntöttek úgy, hogy segíteni fognak. Kerestünk egy olyan lehetőséget, hogy hogyan tudnánk a leghathatósabban segíteni az egészségügynek, a pécsi klinikának, és akkor jött ugye a javaslat, hogy a sürgősségi osztályon ez egy nagyon jó használható berendezés lenne, és akkor döntöttünk, hogy ezt megrendeljük, és akkor adományozzuk, mert ez mindenki javára válik. A hordozható lélegeztetőgép 3,5 millió forintba került. Az egyik legjobb gyártmány a szakértők szerint. Elég magas tudású, kifejezetten sürgősségi ellátásra fejlesztett és abban használt lélegeztetőgép. Gyakorlatilag amit nekünk ott szükségünk van funkcióra, tudásra, azt ez a gép tudja maximális szinten. Van is már ilyen készülékünk, tehát ismerős is, különösen ezért is fontos az, hogy erre esett a választás. A készüléket be lehet állítani a betegek egyéni igényei szerint. Bár a COVID-19 vírusfertőzésben szenvedő betegek gyógyulását szerették volna segíteni az adományozók, a mozgatható készülék a balesetet szenvedett páciensektől kezdve az agyvérzéses betegeket át a sürgősségi osztályon előforduló mindenféle esetben használható. Évente egyébként 50 000 beteget látnak el a pécsi sürgősségén.